Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 4-es és a 42-es főutak kereszteződésénél, a 4-es főút 174-es kilométer szelvényénél Karcag és Püspökladány között, közölte a katasztrófa védelem. Az ütközés erejétől a személyautó ketté szakadt, majd kigyulladt. A püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a jármű lángjait. Az esethez kiérkeztek a társhatóságok is. A beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt. A rendőrség azt közölte, hogy a baleset 8 óra körül történt a 4-es számú főút 174-es kilométer szelvényében. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a balesettel érintett útszakaszon teljes útlezárás volt érvényben.